ebben az interaktív elem, hát én most kérnék egy vállalkozó szellemű fiatalt vagy gyereket, aki a QR kódot beolvassa a tábláról, mert akkor meg tudjuk hallgatni a művet is. Tematikus táblák, rajzok és grafikák, illetve interaktív elemek mutatják be 7 állomáson keresztül a szekszárdi németséget. Elkészül ugyanis a helyi nemzetiségi tanösvény. Farkas Pálné, a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a szervezet régi álma valósult meg ezzel. Megpróbáltuk felkutni azokat az értékeket, amelyek Szekszárd városában rejlenek. Ezek a különböző épületek, személyiségek, amelyek meghatározták magát a várost is, és a városnak a kultúráját is, hiszen itt, hogyha a 7 állomáson arról mesélnek, hogy melyek ezek az értékek, amelyek a városban rejlenek. Az tanösvény a német hagyományok megőrzése mellett az itt élőknek is bemutatja, mi mindent köszönhet Szekszárd a helyi németségnek. Azért fontos, mert a járókelő, vagy akár a Szekszárdon kiránduló, vagy a vármegyi székhelyre érkező megismerheti Szekszárd kulturális életét. Egy kicsikét jobban belebújhat. És természetesen kiderül abból, hogy a szekszárdi németségnek rengeteget köszönhet a város, a mostani városlakó, hiszen a felmenőink között is akadtak szép számmal olyan német, vagy magyarországi német emberek, akik nem csak kulturált adtak a városnak, hanem olyan gyönyörű épületeket egyébként, amelyeket most 2023-ban is megszemlélhetünk. A projektet egyébként a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt pályázat segítségével valósították meg. A Tolnai Vármegyeszékhelyen az országban 14-ként átadott gyalogút izgalmas információkkal várja az érdeklődőket. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2014-ben indította a tanösvényprojektjét, amelynek az a célja, hogy mindazon települések, akik pályáznak ebben a projektben, megmutathassák tanösvény keretében azokat a sajátosságokat, amelyek a saját településük német nemzetiségi lakosait mutatják be, a múltjukat, jelenüket, esetleg víziót a jövőre nézve. Az eseményen részt vett Tircsi Richárd, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, aki hangsúlyozta, nagyszerű kezdeményezése volt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának, hogy útjára indította a nemzetiségi tanösvények hálózatát. Magyarország kormánya nagyon sok kezdeményezést támogat magyarországi nemzetiségek életében, így természetesen a magyarországi németek életében is, mind a köznevelési intézményeket, mind a kulturális kezdeményezéseket, anyanyelvi táborokkal, a fiatalokat, nagyon sok támogatási forma van, amelyet Magyarország kormánya nyújt. Tircsi Richárd hozzátette, hogy a tanösvény az adott településen élőknek mutatja meg mind azt az értéket, amelyet a magyarországi németek teremtettek hazánk történelmében.